videós salgótarjáni áldozataira emlékezett pénteken délután a város önkormányzata az egykori gettó helyén, a jelenlegi salgótarjáni főposta falán elhelyezett emléktáblánál, felidézve azt az 1944. június 12-i tragikus napot, amikor megkezdődött több mint 2000 zsidó haláltáborokba deportálása Salgótarjánból. Az idei emlékezést egy másik szomorú esemény is beárnyékolta. Elhunyt ugyanis Tótné Römer Klára, a salgótarjáni zsidó hitközség elnöke, akinek halálával nagy veszteség érte a hitközséget és Salgótarjánt is. A jelenlévők néma főhajtással tisztelegtek az emléke előtt. Ezt követően Fekete Zsolt polgármester mondott emlékező beszédet. Szívszorító ez az óra, és megrendítő ez a nap, amikor felidézzük a gyilkos fajelmélet, a gerjesztett gyűlölet okozta népirtást, városunk zsidó közösségének tragédiáját. Mai emléknapunk a kegyelet, a fájdalom és az emberi méltóság védelmének a napja. Emlékezés 2310 egykori honfitársunkra, akikkel 77 évvel ezelőtt elindultak a halálvonatok Kassán át Auschwitzba. Emlékezés az élő, szerető, a végúráig reménykedő, ártatlanul kiszolgáltatott embertársainkra. A városvezető beszédében felidézte a zsidó rendeleteket, az annak nyomán létrehozott salgótarjáni gettókat és a zsidók deportálásához vezető folyamatot. Fekete Zsolt hozzátette, országunk és városunk történelméből nem törlődhetnek ki a vészkorszak gaztettei, ezért is csatlakozott az önkormányzat 2019-ben a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület kezdeményezéséhez, amellyel napjainkig összesen 15 úgynevezett botlatókövet helyeztek el a holokauszt salgótarjáni áldozatokat. Utolsó ismert, szabadon választott otthonának jelenlegi helyszínén. A holokauszt salgótarjáni áldozatainak emléknapja a szégyenteljes történések közös, méltóságteljes elutasítását jelenti, tartós küzdelmet a felejtés ellen. Üzenete pedig az, hogy Magyarországon minden, a nemzethez lojális közösséget mindenkor meg kell becsülni, és következetesen meg kell védeni. Hazánkban senki sem élhet félelemben. Kegyelettel osztozunk a helyi és a város környéki zsidó közösség el nem múló gyászában. Fájdalom és szégyen, hogy mindez megtörténhetett. Emlékezünk és emlékeztetünk, mert a holokauszt semmiképpen sem ismétlődhet meg. Az emlékező beszédet követően a jelenlévők koszorút és virágokat helyeztek el a holokauszt salgótarjáni áldozatainak emléktáblájánál. Salgótarjáni zsidó hitközség. Salgótarján megyei jogú város önkormányzata. Nógrád megye önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat.